Csak a kis híd teteje látszott ki a hatalmasra duzzadt patakból. Ezek a felvételek néhány hete a Tolna megyei Értényben készültek. Egy hirtelen jött felhőszakadás után a falu teljesen elöntötte a víz. Rendőröknek és katasztrófa védőknek közösen kellett 4 szemét, köztük 2 gyereket kimenteniük egy lakóházból. Martinkó Károly órákig tudna ehhez hasonló megtörtént sztorikat mesélni. Évtizedek óta gyűjti ugyanis az olyan izgalmas eseteket, amiknek a során rendőrök a saját életüket kockáztatva mentették meg mások életét. Számomra a legszentebb rendőri feladat gyerekek életének a megmentése. Ugye a rendőrök sokszor az életük kockáztatásával mentenek meg pici gyerekeket. Rengeteg tanulság van, hogy hogy tűnnek el a gyerekek. Elég csak egy pillanatra nem odafigyelni, és a halál torkában van. Martinkó Károly hosszú éveken át dolgozott a belügyminisztérium egykori heti lapjának a magyar rendőrnek, és egyenruhát is egy évtizeden keresztül hordott, ezért a történetek felkutatása igazán testhez álló feladat neki. 10 évig rendőrtisztként dolgoztam. Valamikor sportoló voltam, az Újpestbe illettem, megalakult a sportszázad, annak a tagja lettem. Hát olyanokkal Szusza Ferenc, nem tudom mondani, ez a név valami, ilyenek. Szóval fantasztikus társaság jött ott létre. Majd azt utána nyomozó lettem, vizsgálótiszt lettem, hát az ember ugye megtanulja, kivel hogy beszéljen, hogy próbálja meggyőzni arról, hogy mondjon el valamit szép szóval, nem veréssel vagy valami ilyesmi. És kinyomoztam, hogy itt is voltak életmentő történetek, ráadásul 3 is. Több, mint a többi megyébe, bármelyikbe. Az egyik ilyen megtörtént eset Lápafőn történt, ahol Vörös Ádám egykori Naki körzeti megbízott mentett ki a megáradt patakból egy fiatal fiút. Lápafőt és környékét egy olyan vihar éri, hogy amikor látjátok a híradóban, hogy ott Oklahomában, meg mit tudom, Amerikában mi játszódik, hogy házak elmennek, autók főrepülnek, hát ezt képzeljétek el Lápafő és környékén, öklömi jégdarabok, a kis patak duzzadt folyóvá válik, és akkor oda beesik, a víz, a sodrás beviszi kérem az áterezbe, ami még nem tömődött el egészen, jönnek a nehéz farönkök, véged van. Hát a rendőr oda siet, először egy öreg nénire gondol, hogy veszélybe van, de az kiderül, hogy az hála Istennek megmenekült, és már indulna visszafelé, amikor lát egy férfit, aki zokog, tépi a haját, és azzal egy még föl se fogja, hogy az kicsoda, hát annak a 14 éves kisfiúnak az édesapja, aki egy faágba kapaszkodik, ígyni, a sodrás már a térdéjér, és nagy ütleget, komoly sérüléseket szenved, de még kapaszkodik a faágba. De pillanatok műve, hogy leesik, és vége van. Bemegy az áterez, megfullad két. És akkor az rendőr bemegy nyakig érő vízbe, hömpölyök felé az áradat, nagy nehezen odaér, ahol a gyerek kapaszkodik, valami szíjat földob az ágra, egy perc eltelik, hogy mit kell csinálni. És megmenti a gyerek életét. Egy cigány kisfiú, ezt kihangsúlyozom. Na most kérem szépen, ez a rendőr a mai napig él. Egy másik Martinkó Károly által ismertetett esetnél pedig Halász Lajos volt Dunakömlődi körzeti megbízott égőházból hozta ki a bentrekedteket. A paksi rendőrkapitányság 2 volt munkatársa, Köllő Imre és Vagy Zoltán pedig egy csónakázó családot mentett ki faddomboriban a vízből.